Hello srácok, én nem vagyok, ez fog itt egy újabb Tarkov hírek videó. Ebben a videóban, mint ahogy általában ezekben a videóban összefoglaljuk azt, hogy mi történt az elmúlt napokban a Tarkov világában, és hogy mi fog történni. Na már most az előző videómban a patch note-ot eléggé szépen elmagyaráztam, erre a BSG azt mondta, hogy annyira nem sikerült a patch note, hogy inkább csináltak egy rollback-et, és ez volt az első ilyen nagy rollback. Eddig is voltak kisebb rollback-ek, mondjuk egy hotfix-ek kapcsolatban vagy hasonló, de az, hogy egész patch-et visszatoltak, az eddig nem fordult elő. Reméljük, hogy ebben, mármint hogy ebből tanulni fog a BSG, és a jövőben nem fognak így patch-eket kiadni, csak akkor, hogy tényleg normálisan működik. Nem hiába van rendes tesztfázis ezeknek a dolgoknak, és ott van már nagyon régóta a lehetőség ugye az ETS-en belül, ugye a launcherből is elérhet ez a rész, ahol még simán playereket is találhatnának arra, hogy teszteljék ezeket a patcheket, nem értem, hogy miért nem élnek ezzel a lehetőséggel. A patchet és a patch note-ot lehet, hogy rollback-elték, viszont a benne szereplő dolgokat nem akarták úgymond rollback-elni, így meg is kaptuk az első mikrotranszakciót, mégpedig azt a lehetőséget, hogy akinek nincsen EOD-ja, az megveti 10 euróért azt a lehetőséget, hogy ugye co-op offline-ban tudja játszani. És hogy ezt észrevettem, eléggé sok ember nincs tisztában vele, hogy mi ez a dolog igazából. Szóval, amikor te egyedül játszol, akkor bemehetsz offline módba. A co-op offline, tehát a multi offline része annyi, hogy akinek szintén megvan ez a lehetőség, vagy ugye EOD-ja, akkor mehettek be együtt offline módba, és igazából ennyi. Ugye nagyon sokan írták, hogy ez most a rendes ilyen offline coop, tehát hogy így is lehet haladni a játékban, meg hasonló dolgok. Nem. Ez a sima offline játék, aminek igazából jelenleg semmi értelme nincsen, csak akkor, hogyha az ember mondjuk nem akarja külön-külön elmagyarázni, mik azok a pozíciók, amiket mondjuk érdemes kempeni, vagy ilyesmi, akkor beviszed magaddal négy másik embert, és akkor megmutatod. Vagy ha valaki ismeri a pályát, akkor beviszed magaddal a haverokat, és akkor megmutatod, hogy mi merre, hogy merre, hány méter. Ez is egy lehetőség, viszont sajnos azt a lehetőséget nem tartalmazza a jelenlegi offline mód, aminek egy offline módnak kellene, hogy működjön, hogy tényleg leteszteld a dolgokat, leteszteld a pályát, hasonló dolgok, hogy tehát, hogy egy kicsikét szabadabb lehetne ez az egész offline mód. Most nem azt mondom, hogy legyen benne szabad repülés, vagy ilyesmi, de már ez a videóban is mondtam, hogy simán berakhatnának mondjuk ilyen target domains keveket, amikre, hogyha rálősz, akkor lent egy ilyen csatablabba írja, hogy mennyi sebzel rá. Tehát lehetne gyakorolni, hogy tényleg hogyan szórnak a fegyverek, milyen távolságból és a többi, hogy ezt ne egy lőpályán kelljen neked megnézni, hogy éppen milyen a recoilod, hanem úgymond egy offline mappon belül lebírod tesztelni ezeket a dolgokat, akár többen is, szóval így lenne értelme a dolognak. Az, hogy 10 euró sok ezért vagy kevés, szerintem nem ér egyáltalán sem ennyi se ez a mód, nem hogy 10 eurót, mert jelenleg csak ennyit tud ez a mód. Hogyha későbbiekben beleraknak olyan dolgokat, amiket én is említettem most és az előző videóban is, akkor oké, akkor megéri a 10 euró azoknak is, akiknek nincs EOD-ja, amúgy meg semmiképpen ne vegyétek meg, felesleges. Nagyon sokan pedig felháborodtak ezen a dolgon, amivel teljesen egyetértek, hiszen Nikitáik is azt mondták a legeslegelején, hogy nem lesz semmiféle fajta mikrotranszakció játékban, mert ilyen játékot szeretnének csinálni. Erre pedig ugye jelenleg három dologról tudunk, ugye az egyik már bekerült, ugye ez a multiplayer offline, a második lesz elvileg a maga ugye a stash bővítés, és van még terven az is, hogy majd külön, tehát pénzért hamarabb fel tudsz unlockolni különböző ruhaszetteket. De a legfontosabb kérdés, hogy miért csinálja pont most ezt a BSG, hiszen eddig is berakadtak volna Battle Pass-t, berakadtak volna bármilyen mikrotranszakciót, amiből még plusz pénzt kaphattak volna. A válasz pedig egyszerű, hogyha megnézzétek az előző évet, tehát 2023-at, végig a Tarkov Arénáról szólt, végig arról szólt, hogy a Tarkov Aréna ki fog jönni, és mindenhol ott volt a BSG, tehát összesen 4 darab rendezvényen volt a BSG, ahol hatalmas nagy standokkal kint voltak, és ugye hirdették a Tarkov Arénát. Ezek a dolgok meg ugye pénzbe kerülnek, tehát maga az, hogy egy hatalmas nagy standot felállítasz mondjuk a Twitch-konon, az mondjuk naponta 100 000 dollárba kerül. Na már most az ott lévő gépek, a különböző személyzet, az odaszállítás, a visszaszállítás, ezek bődületes nagy pénzek, szóval lehetséges, sőt biztos, hogy a BSG most jelen nagyon nagy mínuszban van. De hogyha ezzel a témával kapcsolatban több információra lenne szükségetek, akkor ennek a videónak a linkjét megtaláljátok lent a leírásban. Nagyon szépen összeszedte a srác, hogy mik azok az összegek, amiket a BSG-nek fizetnie kell 2023-ban, és hogy mekkora mínusz lehet most jelenleg nekik.
Persze nem lenne mínusz, hogyha nagyon sokan megvették volna az arénát, és most például a Twitch-en az egyik legnézettebb játék lenne, de sajnos nem így történt. Nem tudjuk, hogy hányan vették meg az arénát, de az biztos, hogy nagyon kevesen. Hiszen egy, a Twitch-en senki sem nézi az arénát, ez 132 ember nézi, hiába csinál a BSG úgymond eventeket, amikkel felunlockolja a mostani presetteket, nem jönnek a playerek. A nagy streamerek nem streamelik a játékot, és egyszerűen nincsenek nézők. Én pedig személy szerint nem ismerek senkit, aki csak az arénát vette volna, meg úgy, hogy nem játszik Tarkovval. Ugye az EOD-sok megkapták ingyen, akit nem, mert nem volt EOD-ja, szerintem egy 10-15 ezer ember, aki megvette az arénát, nem lehet több. Új játékosok pedig, akik azt mondták volna, hogy hú, ki akarok próbálni egy új FPS, megveszem a Tarkov arénát, szerintem ilyenek nagyon kevesen vannak, maximum egy 1000 emberről beszélünk. És itt a megoldás egyszerű, egyszerűen a BSG szarú csinálta az egészet a legeslegelejétől. A legeslegelején, amikor a játék még alfában volt, akkor nem kérték meg a legnagyobb streamereket, hogy próbálják ki ezeket. És itt nem is arról beszélek, hogy csak a Tarkov streamereket hívják be. Az lett volna mondjuk a leglogikusabb tényleg, hogy a nagy streamereknek adni alfa kulcsot, és akkor menjetek, játszatok, streameljétek az alfa módot, nem érdekel, hogy milyen bugos, játszatok egymás ellen, vonzátok be a playereket, lássuk, hogy milyen a játék. És talán a pénzt nem abba kellett volna beleölni, hogy egy 1000 négyzetméteres standot csinálj csak a Tarkov arénának, hanem arra, hogy szépen lejaktolj olyan FPS játékosoknak, akik nem is ismerik az Escape from Tarkovot, hogy játszanak majd a Tarkov arénával, amikor kijön a játék bétába, és hozzák be az új playereket azáltal, hogy ez ember ott játszik. Mert így lehet új playereket behozni, hogy például szólsz bármelyik Cségó profinak, vagy mondjuk R6 profinak, vagy Valorantos profi streamernek, fizetsz neki egy bizonyos összeget, hogy mostantól kezdve 2 hónapig neked a Tarkov arénát kell streamelned ekkor és ekkor, és így lehet marketinget csinálni, így lehet az új playereket bevonzani. Ahogy a BSG csinálta azt, hogy ugye 4 különböző fesztiválon ott volt, épített magának baszottnak standokat, meg stb. Dolgok, ezek jók voltak a fanoknak, akik amúgy is elmentek volna, hogy végre élőbe találkozhassanak Nikitáékkal, meg ugye az egész bandával, ez érthető. Ezeken a standoknál nem voltak új playerek, tehát nem ment oda senki se úgy, hogy mi ez az új játék, max tényleg egy bizonyos százalék, de akik ott voltak nagy többségben, tehát 95%-ban, azok olyan emberek voltak, akik veterán játékosok, és szerették ezt az egészet, és várták nagyon a Tarkov arénát. És amúgy mai napig irigykedett, mert az összes standnál volt ingyenes tetoválás, persze Tarkovos témában, de Tarkovos témában bármilyen tetoválást csinálhattál ingyen, szóval, kellett volna egy kilomaszk. És ha észrevettétek, akkor most így hétvégénként mindig volt valami event, ugye utoljára azt kaptuk, hogy az összes presetet kinyitották, plusz kaptatok 10 millió rubelt, nem hiszem, hogy ebben a játékban amúgy bárkinek is elfogyott volna a rubelje még valaha, na mindegy, az a lényeg, hogy az összes presettel lehet játszani, ugye ez azért van, mert február 28-án jön az Arena Vibe, ahol is lenullázódik az összes eddig megszerzett ranked pont, és mindenki a nulláról fog megint kezdeni. Szerintem az eventeknek meg hát ízecsek szaga volt, tehát több XP-t kaptál, vagy ugye olyan presetekkel játszhattál, amikkel eddig nem tudtál, mert ugye annyira szar ez a fejlődési rendszer, hogy nagyon sok órát kellene belegrindolnod egy olyan játékban, amivel nem szeretsz játszani, hogy játszhass végre egy olyan kittel, amivel talán 2 másodpercet tovább tudsz élni. Na de a legnagyobb probléma az, hogy ezek nem fun eventek. Tehát bármelyik ültök, aki most nézi ezt a videót, ki tud találni egy fun eventet. Először is miért a rankedet rakták be? Lehetett volna egy sima unranked mód, ahol lehet ténylegesen fanolni. És annyira egyszerű dolgokat be tudna rakni a BSG apró munkával, mármint apró energia befektetéssel, mert az, hogy most beírod azt, hogy oké, XP 2-ös pont nem 110%, hanem 240%, ez nem munka. Az, hogy beírod a presetekhez, hogy milyen szinttől elérhető, és beírod, hogy mindenkinek elérhető, ez nem munka, ez nem event, ez csak 2 darab enter. Tehát ez, hogy valaki leül délután, és akkor találjunk valami eventet, és akkor ennyi. Tehát ez nem munka.
az eventnek fannak kell lennie, hogy a playerek is bejöjjenek, és hát pontosan ezért fura és szarkasztikus az egész, hogy hiába rakja ki a BSG bármilyen eventet, a kommentek alatta ugyanazok, hogy ki a faszt érdekel. És ha például beraktak volna egy fun unranked 5v5 módot, például, hogy kapsz egy random hatodikat, aki lehet egy mezei szkeptől kezdve egy boss guard vagy maga a boss, nagyon agresszív AI-ja, tehát megy előre és püföli az embert, és a playerek se tudtak volna loadoutot választani, hanem teljesen random, hogy mit kapsz, tehát level 1-estől akár a legerősebb loadoutot megkaphattad volna, akkor ez tényleg egy fun event lett volna, de így jelenleg tényleg senki se érdekel a dolog. Viszont jó hír, hogy a BSG-től kaptunk egy Arena roadmap-et, ahol leírják, hogy a következő patch-ekben, a következő időpontokban mik lesznek a változások, és ahogy már mondtam, február 28-án lesz az Arenában a Vibe. Ha ránéztek a roadmap-re, akkor láthatjátok, hogy rengeteg sok pozitív dolog fog jönni, viszont azt ne vegyétek készpénznek, hogy mik szerepelnek a roadmap kiírásain, mert a BSG előszeretettel nem rakja be, vagy teljesen más dolgokat rak be, vagy később rakja be azokat a dolgokat, viszont azok a pontok, amiket februárban írnak, tehát hogy a ranked módot és a preset rendszert elszabják, az egy totálisan fontos dolog lenne, mert a mostani XP-s rendszer annak semmi értelme nincsen, hiszen rengetegszer van az, hogy mondjuk egy korábbi preset tudná jönni, mert a csapatnak mondjuk arra lenne szüksége, viszont hogyha azzal jössz, akkor ugye nem kapsz XP-t a következő presethez, amit szeretnél unlockolni, szóval teljesen csapdába vagy esve. A listán pedig szerepel egy pont, viszerint a hitbox és az armor rendszer fogja javítani, ez egy hatalmas nagy hazugság. Ezt csak onnan tudom, mert biztosan nem fognak ezen olyan szinten javítani, hogy normálisan működőképes legyen. Itt, amit videót most láthattok, itt pontosan az látszódik, ami jelenleg kihasználható bug a játékban, és már biztos ti is találkozhatok ezzel a problémával, hogy ha sebzést kaptok és healeltek, és ekközben mozog a karakteretek, legugol, vagy kihajol, vagy stb., akkor konkrétan vagy a hitboxot tűnik el, vagy az egész karaktered. Ezért van az, hogy például, hogyha a Shooterborn in Heaven lövést lőttem valahova, fejbe lőttem a szerencsétlent, aki éppen állt valahol a mező közepén, de nem történt semmi, pontosan azért volt, mert nem állt, hanem googolt, vagy fordítva, szóval, hogy jelenleg ez nem jó. És például az arénából eléggé gyorsan játékmenet, ott még ott van a desync, a lag, az FPS lag, plusz még ez a probléma, szóval nem fogjuk észrevenni, hogy hozzányúltak a hitbox és az armor rendszerhez, tehát ezért mondtam, hogy ez egy eléggé nagy kamu. És ami nagy pozitívum az, hogy még ebben az évben kapni fogunk két patchet biztosan, ugye az egyiket tavasz közepén, a másikat pedig nyár közepén, és nem tudjuk, hogy még az év végéig milyen patcheket fogunk kapni, és már a tavaszi patchben eléggé nagy finomságok vannak, ugye kapni fogunk egy új location, kapni fogunk két darab játékmódot, ugye egy unrankedet és egy ilyen last hero-t, ezen kívül a clean-up crew-nak fogják állítani a viselkedését, ami rájuk fér, mert valamikor vagy nem akarnak észrevenni, vagy felsztekkelnek egy ötös grupba, vagy lelőnek már 40 méterről, éppen milyen kedvük van. Az anti-cheat-et is fogják finomítani, ami amúgy nem értem, hogy itt mit jelent, úgy tök jó lenne, hogyha alapvetően működne az anti-cheat, hogy ezt nem finomítgatni kellene, hanem hogy így nincsen egy csadó készpont, tehát hogy ez így tök jó lenne. Ugye szinkronizálni fogják az a sima base game-et ezzel a játékkal, de csak profi szinten, tehát hogyha az arénában valakinek megnézed a profiát, akkor majd láthatod ugye a base game-es profiát is, hogy ott milyen KDA-ja van, és körülbelül ennyi. A nyár közepi patchben kapni fogunk megint egy új pályát, egy új játékmódot, megint bele fognak nyúlni ugye a lobby rendszerbe, kapni fogunk match history-t, ami szerintem egy full alap dolog bármilyen játékban, de mindegy, de most már bekerül, és megkapjuk ugye az acsikat is ebbe a játékba, meg hát majd még kiderül, hogy még miket fogunk kapni. A lényeg az, legfontosabb tényleg, hogy a preseteket és a preseteknek a fejlődési rendszerét kellene normálisan megcsinálni. Én már azzal meg lennék elégedve, hogyha ez a rész jól működne. És még a februári patchben amúgy van két fontos rész. Az egyik az, hogy csapat szinten lesz limitálva az, hogy ki milyen presetekkel jöhet. Tehát például 5-en nem jöhettek csak sniper presetekkel, lehet, hogy csak egy embernek engedi majd választani ugye ezt a sniperes presetet, és ezzel ugye összefügg az is, hogy kiválaszthatod a presetet mielőtt matchmaking-ez, tehát a jövőben az lesz, hogy a te
pozíciód alapján lesz a matchmaking, tehát hogyha például te SMG-vel jössz, mert rohangálsz, akkor nem olyan csapatot fogsz kapni, ahol négy másik SMG-s rohangálós emberke van, hanem sokkal jobb lesz a matchmaking és sokkal jobb lesz a csapatod. Reméljük, hogy ezt vetíti előre, nem pedig valami hülyeséget. És még mindig az arénával maradva, február 29-én lesz Twitch droppos event is az arénán belül, tehát hogyha valaki streameri a játékot és nézi valaki, akkor ugye kaphat droppot. Azt még nem tudjuk, hogy vannak-e dedikált streamerek, vagy bárki streamelheti az arénát, és aki nézi, kapja a droppot, ezt még nem tudjuk, majd csak kiderül, viszont ez azoknak is lehetőség, hogy akinek nincs meg a játék, a droppok között van rá lehetőség, hogy kapni fogsz kulcsot a játékhoz, és akkor egyből tudsz vele játszani. Persze nem örökre, hanem csak egy bizonyos ideig. És kérdezhetnétek, hogy jelen mi a helyzet a Tarkovval, hiszen csak a Tarkov arénára beszélsz. Két dolog van, az egyik az, hogy a bossoknak az esélyét megnövelték, tehát a százalékot megint megnövelték, hogy hány százalékkal érnek be az adott pályákon. A másik dolog pedig az, hogy hétfőn megkapjuk azt a patchet, amiről már csináltam egy videót, hogy mi lesz a patchben, és körülbelül ennyi. Nem akarok erről nagyon többet mondani, reméljük, hogy a keddi mappon nem lesz ebből is rollback. A BSG azt írta egyből a tweetje alá, hogy ehhez a patchhez már ott van a javítás, ami miatt rollbackeniük kellett a patchhez, szóval elvileg ez a patch már beton biztos lesz, de majd kiderül hétfőn, és kiderül majd kedden, hogy mi lesz ebből az egészből. Ja, és a BSG kirakta a saját ammo chartját, így a vibe-nak a közepén, amiben benne vannak azok az adatok, amik bármelyik ammo chartos oldalon is fent vannak, de hogy ezeket miért most rakják ki, és miért egy ilyen gagyi Google Docs-i fájba, nem értem, amikor vannak más oldalak, akiknek ki kellett dataminolni ezt az adatot, de legalább normálisan szépen táblázatban van szedve, hogy melyik golyó hogyan sebez, meg hasonló dolgok. Nem értem, hogy ezt a információt miért nem rakják be egyszerűen a játékba? Tehát miért nem lehet magát a töltényt inspektálni játékon belül, és hogyha több információra van szüksége, akkor egy ilyen in-game táblázatot meg tudsz nyitni, hogy az adott golyó mennyit sebez, meddig repül el, milyen gyorsan repül, szóval értitek, de mindegy, ez ilyen standard BSG hülyeség. És basszus kulcs, megint 17 percen keresztül negatív dolgokról beszéltem, pedig én szeretem ezt a játékot, de tényleg, szeretem ezt a játékot, viszont őszinte vagyok veletek is. Tehát nem leszek elfogult a játékkal szemben azért, mert szeretem. Hogyha valami szar, akkor a szar, arról beszélni kell, hogy ti is tudjatok róla, hogy szar. Ez így lesz a jövőben is. Én nagyon szeretném tényleg, hogyha a következő videón, ami már a patch utáni videó lesz, és a következő patch, ugye az aréna patchet is meg fogjuk kapni, hogy csupa jó dolog történik, hogy megemelkedik a játékos bázis, hogy csak arra tudok beszélni, hogy mennyire jól működnek a különböző mechanikák. Remélem, hogy ez lesz a következő videónak a témája, srácok. Én pedig röviden ennyit szerettem volna nektek mondani. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha tetszett a videó, akkor tudjátok, hogy mi a dolgatok, és a legfontosabb dolog, hogy találkozunk a legközelebbi videóban. Addig is jók lehetek, sziasztok!